Kivételes gasztroutazásra invitálta az olasz ételkultúra barátait Bence Viktória, Wikitalia megálmodója. Székesfehérváron először szervezett olyan közös főzést, ahol Olaszország ízeinek szerelmeseit kalauzoltak körbe virtuálisan Észak-Itáliában, Toszkánában, hogy a gyakorlatban is megismerhessék a csodálatos régió étkeit, egyedi ízvilágát. A hangulatos esten a vendégek megtapasztalhatták és megtanulhatták, miként készülnek a toszkánai ételek. Toszkánára azt szokták mondani az olaszok, hogy cucina povera, azaz a szegények konyhája. És ez azért érdekes, mert azt gondoljuk, hogyha így külsőként elmegyünk Toszkánába, hogy Olaszország emerésze egy gazdag régió, hiszen a turisztika miatt mondhatjuk, hogy gazdag. De ugyanakkor régebben nem ebből éltek az emberek, és a mai napig az emberek nagy része azok állattenyésztéssel és gazdálkodással foglalkoznak. Ahány ház, annyi szokás, ahány táj, annyi különböző recept és étel. Olaszországban minden tartománynak megvannak a saját hagyományai, így étel különlegességei is. Toszkána is rengeteg helyi termékkel, csak erre a területre jellemző étellel büszkélkedhet. Azért egyszerű konyha, mert tényleg 4-5 fontos alapanyag van, amit ők használnak. Van ugye a búza, amiből isteni tésztákat tudunk nyújtani, gyúrni és formázni rengeteg variációban. Akkor ugye van a napérlelte paradicsom, a bazsalikom, a fokhagyma és a kenyér. És tulajdonképpen ezeket kombinálják, és ezért mondom, hogy a szegények konyhája, mert igazából, hogyha azt veszük, hogy a tésztába például ők tojást sem raknak, mondván, hogy a tojás egy drága ételnek számít, ezért szemola, azaz durumlisztet használnak, amit vízzel vegyítenek, és tulajdonképpen ebből gyúrják a tésztát. Ha létezik szép példája annak, hogy lehet a szegénységből erényt, az egyszerűségből minőséget, a háztáiból kézművességet kovácsolni, akkor erre iskola példa a toszkán konyha, és hogy a közös élmények, a finom ízek és illatok pedig összehoznak, feltöltenek és építenek.